Az egyik oldalon a kazinci emlékcsarnok szép téli képen, a másik oldal még néhány percig üres, de a sátorai új helyi diákok néhány pillanat múlva saját kézírásukkal teszik azt egyedivé. A hagyományos köszöntő mellé természetesen odaírják a nevüket, és azt is, hogy hány évesek. Így válik igazán különlegessé a képeslap. Ezeket küldi majd ki együttműködő partnereihez a Magyar Nyelv Múzeuma. A kezdetek kezdetén maguk a munkatársak írták meg a képeslapokat, aztán később úgy gondoltuk, hogy mivel a legfiatalabb korosztály már egyre kevesebb találkozik ezzel a fajta képeslapírással, hagyjírják meg a gyerekek. Volt, hogy a betűvetők szépíróversenynek a legszebben író diákjai írták meg a képeslapokat, az idei évben pedig úgy döntöttünk, hogy mivel elég sok munkatársunknak van gyermeke, illetve a Zemplint Televízió munkatársainak is vannak olyan kis gyermekei, akik nagyon szépen tudnak Írni. Ezért a gyerekeket kértük föl, hogy írjanak, valamint a Szent Margit iskolának a tanulói a diákjai vállalták ezt a feladatot. Több mint fél száz képeslap megírásában működnek közre a gyerekek. Szeretnénk a hagyományt ápolni, másik pedig az, hogy tudjuk, hogy a, mondhatjuk, hogy a messengernek az őse a képeslap, mert hogy egy szép képet küldünk, mindig a múzeumról, az emlékcsarnokról vagy a környékről küldünk egy képet, és ugye hát ez postai úton hagyományosan kerül kiutatásra az embereknek, mert tudjuk azt, hogy van olyan, aki készít képeslapot és online formában, e-mailben elküldi, mi még a hagyományos módszereket használjuk, és szeretnénk azt, hogyha ezt mindenki ki tud próbálni próbálni, feleleveníteni, hiszen a messenger üzenetet ugyan meg tudjuk nyitni, de a képeslapot oda tehetjük a falá, vagy akár a kandalóra, és egész nap tudjuk nézegetni. A kézírásokban természetesen benne van a kedvesség, és az a gondosság és odafigyelés, amivel a gyerekek azt megírták.